Tiszteltel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a jelenlévőket és a képernyő előtt ülő dömösieket a mai rendkívüli képviselőtestület ülésünkön. A rendkívüli ülésnek egyetlen egy napirendi pontja van, a faluház belső felújításának, pályázatának az aktuális döntése. Egyebek mellett jelzem, hogy Ilike és Béla jelezte, hogy nem tud részt venni a Ilike családi okok miatt, Béla pedig valahol éppen csőtörést javít, úgyhogy nem tud részt venni a mai ülésen. Következő feladatunk a jegyzőkönyv hitelesítőt választása, kérem az önként jelentkezőket. Egy, kettő, Laci és Robi, aki egyetért a személyükkel, az kézfelemeléssel jelezze. Három, igen, négy, igen, öt, igen, köszönöm szépen. Egyetlen egy napirendi pontunk, ahogy említettem, az MVH-s pályázat, aki egyetért a napirenddel, az kézfelemeléssel jelezze. Öt, igen, köszönöm szépen. Napirend előtt szeretném tájékoztatni a dömösieket, hogy a szúnyog kérdés hogyan is áll, a szúnyog fronton, a csatában, hogy áll az ország és hogy áll Dömös. Nem tudok megnyugtató megoldást mondani a dömösieknek. Utána néztünk az összes lehetséges variációnak. A katasztrófa védelem látja el központilag a szúnyogírtást a Dunamenti településeken. Ez nagyon szép, de csak a 200 méteres sávban a Duna mellett, az árterületen. Én azt jeleztem a katasztrófa védelemnek, hogy ez nem teljesen, hogy is van, tökéletes megoldás, hiszen a szúnyogok följönnek a faluba, és így mi védtelenek vagyunk. Ezt ők tudomásul vették, majd hát azt kérik, hogy ezt írjuk le, és küldjük el a Megyei Védelmi Bizottságnak, hát ez meg is történt. Nyilván a többi településen is hasonló gondokkal szenvednek, úgyhogy előbb-utóbb azért remélem, hogy annyi levél beérkezik, hogy elkezdjenek vele foglalkozni. Annál is inkább, mert a szabályozás az olyan, hogy amíg költségvetési vagy katasztrófavédelmi szúnyogírtás van egy településen, addig az önkormányzat arra azon a településen nem is rendelhet meg másik szúnyogírtást. Tehát én beszéltem a Corax céggel, akik végzik egyébként a szúnyogírtást, és azt mondják, hogy hiába adjuk az igényeket, ők nem vállalhatják el, vállalhatják át. Gondolom itt a kormányzati cél az, hogy a kettős pénzügyi kifizetés az ne legyen mondjuk ugyanarra a munkára, ami logikailag érthető, de hát nem ugyanaz a terület, ami érintett. Nem tudunk mit csinálni. Kistérségi szúnyogírtás a következő lehetőségünk. Itt a kis társulási tanács a múlt héten döntött a szúnyogírtásról, de az is csak akkor valósulhat meg, hogyha a katasztrófa védelem az utolsó szúnyogírtását elvégezte, utána jöhet a kistérség, és utána jöhetünk mi. A szúnyogírtó cég Gáspár úr véleménye szerint, ahogy nézte a meteorológiai képeket, ugye szél belsőben nem tudnak szúnyogot írtani, ezért meteorológiai előrejelzés szerint csütörtökre várható Dömösön az, amikor tudnak megint szúnyogírtást végezni. Ez lesz a második hullám a katasztrófa védelemnek, és valószínűleg még egy hullám lesz, utána pedig jön a kistérség, és azt követően reméljük, hogy megoldódik a szúnyog kérdés, és nem kell az önkormányzatnak megrendelnie. Tehát elnézést kérünk mindenkitől, de pillanatilag ilyen bénakacsa állapotban van az önkormányzat, hiszen nem rendelheti meg a szolgáltatást. A többiekre meg várunk, illetve hát az időjárásra is várunk, hogy a repülőgépek el tudják végezni a munkát. Térjünk rá az első napirendi pontunkra. A faluház első felújításának a pályázata. Ugye az elmúlt testület ülésen jeleztük, hogy milyen örökséget kapott a képviselőtestület, és hogy az elsődleges feladat az, hogy megmentsük a 12 millió forintot, amiről lemondott az előző testület. A MVH-ban történt tárgyalásaim alapján ennek a következő formulája van. Ugye a képviselőtestület április 29-i ülésén visszavonhatatlanul lemondott a támogatásról. Ez a levél beérkezett a vidékfejlesztési hivatalhoz, amelyre ők június 6-i dátummal kibocsátották a határozatukat, amelyben tudomásul vették, hogy az akkori testületnek nem kell ez a pénz.
hálózat június 10-én érkezett meg Dömös önkormányzatához. Szerencsére lassan dolgoztak az MVH-nál, illetve lassan jött a posta. Azt követően pedig 15 nap rá rendelkezésére az önkormányzatnak meg kell rendezni ezt a döntést. Ebben a 15 napban benne vagyunk, és gyakorlatilag ez halasztó hatályú, úgyhogy a pénz az nem fog elveszni. Ez az első lépés, amiért ma meg kellene tennünk, és amiért ma ezt a rendkívüli képviselőtestületi ülést összehívtam, hiszen holnap ezt postára kellene adni, hogy biztonsággal a 15 napon belül ott legyen a levelünk. Van-e kérdés a képviselők részéről? Nincs. Béla jelezte, hogy ugyan nem tud itt lenni, de támogatja, hogy legutóbbi ülésén is ezt a döntést, vagy az megépítést, úgyhogy csak úgy előre jeleztem. Akkor azt javaslom, hogy szavazzuk, tehát a képviselőtestület úgy dönt, hogy a vidékfejlesztési hivatal 2013. június 6-i keltezésű határozatával szemben fellebbezéssel él. Az indoklás a etárban hozott legutóbbi képviselőtestületi határozatunk, miszerint változás történt a képviselőtestületben a választások okán, és a új képviselőtestület megkívánja valósítani a pályázat tartalmát, magyarul a faluház belső felújítását. Aki egyetért ezzel a határozattal, az kéz felemeléssel jelezze. 1, 2, 3, 4, aki nem, 4, igen, 1, nem. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. A héten még lesz egy rendes képviselőtestület ülésünk, amikor lesz egyebek napi rendi pont, illetve hát nagyon sok napi rendi pont lesz várhatólag, akkor fogunk foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Köszönöm mindenkinek a megjelenést, és bezárom az ülést.